Szerda az igazi piacnap Nyíregyházán is, ezek a felvételek a búzatéren készültek. Kora reggel sok a vásárló, ám az átlagoshoz képest kevés az eladó, szerény a választék, magasak az árak. A legtöbben azt mondják, ez a rossz hideg idő miatt alakult így. Most is kabátban vagyunk, holott már igazán a tavaszi napsütésnek kellene működnie. Ehhez képest ezek a répazöldségfélék, ugye, amik fóliából indulnak, jelezték már a helyi termelőink, hogy fognak jönni, csak egy kis késéssel, csúszással. Tehát a répazöldség az biztos, hogy egy magasabb áron fog megindulni. Jelenleg is érezhető az eper árában, ugye, mert ezek sem szabadföldi kultúrák, hanem hideg, illetve meleg fóliákból származnak, és ugye ez is azért tartja még mindig az árát, mert egyszerűen nem érik. Ezen a felvételen látható, hogy 2,3 kg epret több mint 4600 forintért vásároltak meg. Nagyon drága, meg kell nézni, mert nyugdíjasok vagyunk, kis filléres emberek is, mert nagyon meg kell nézni. Az unokámnak veszek, vagy a gyermekeimnek, de én még meg se kóstoltam az epret, mert az drága. Kocsis Ferenc és családja évek óta foglalkozik uborka termesztéssel, ők is magas áron tudják eladni a portékát. Voltak jó időszakok, a március végé, április elejei jobb idők, azok kedvezőek voltak, de aztán ami bejöttek a hidegek, sőt április végi fagyok, hát ezek bizony eléggé megviselték az állományt. Alapvetően az árak is azért alakulnak ilyen szinten, ilyen magasságokba. Az Európai Unióban évente 280-290 ezer tonna fokhagymát termelnek. Magyarországon 2000-ben körülbelül 13 ezer tonna fokhagymát termesztettek, 2014-ben a KSH adatok szerint pedig mindössze 7 ezer tonna fokhagymát takarítottak be. A gyógy és fűszernövény ára több mint 20%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor. A nyíregyházi búzatéri piacon igazi hiánycikk a fokhagyma, alig akad egy-két eladó, akinek megtalálható a pultján. Én 2000 forintért adom kilóját a fokhagymának, azért ilyen drága a fokhagyma, mert már az ó lassan elfogyik, és a kevés volt a termés, és akkor egy-két héten belül meg már megjelenik az új fokhagyma. Hazai kerti zöldségeket, gyümölcsöket még kis számban találhatunk a piacokon, a leggyakoribb, hogy külföldi árut tudnak kínálni, vásárolni. Ám azok ára jóval magasabb. Remélem, hogy hamarosan megjelennek a magyar termékek is, és fog csökkenni az ár, hogy nem csak külföldi áru lesz. Hát van magyar is azért, de van külföldi is, igen. Az eladók azt mondják, pár hét múlva mérséklődhetnek a piacokon az árak, hiszen hamarosan megjelennek a hazai idény zöldségek és gyümölcsök. Ezt mutatja az is, hogy egyre több a palánta a piaci pultokon.